Május 7-én a Herkules olimpián mérethették meg a tudásukat a testépítés és a fitness kedvelői. A Budakalász sportcsarnokban megszervezett magas színvonalú nemzetközi eseményen 176 versenyző volt jelen. Az egésznapos megpróbáltatáson több kategóriák és szintek versenyzői mutatkozhattak meg. 42 kategória van összesen, és mindenkinek megszerveztük szövetségtől. Hát mi szövetségtől független nem tudunk lenni, mert hiszen a saját szövetségünk rendezi, de mi nem korlátozunk egy versenyzőt sem az indulás-zsomás szövetségekkel ellentétben. Tehát számunkra mindenkinek mi kinyitjuk az ajtót és várunk szeretettel egy jó közösségbe, egy komoly mezőnybe, pénzdíjakért tudjon versenyezni. Hát akkor itt nagyon színes a skála, valaki csak a első megmenetetésért, jön és a gyakorlásért, a műszerzésért, valaki pedig kvalifikálja magát? Igen, hát direkt lehetőséget adunk azoknak a számára, akik még eddig nem versenyeztek. Így indul a nap egy tehetségkutató versennyel, ahol különböző kategóriákban kifejezetten azok számára indítjuk a versenyt, akik eddig nem versenyeztek, vagy nem voltak komoly eredménnyel bírva. És délután, illetve hát ezután meg neki kezdünk a Herkules Olimpia kvalifikációs versenyének, ami az idei június 18-ai vicenzai világbajnokságra kvalifikációt jelent. Tehát ha valaki jó helyezést ér, akkor tudja, hogy jó úton van, de aki éppen nem ér el, azzal sincsen semmi probléma, mert ez egy támogató jellegű verseny. Direkt arra szeretnénk szállni, hogy mindenki kapja azt az érzést, hogy milyen a színpadon lenni, milyen végigvinni egy ilyen versenyt, milyen maga a felkészülés, amíg eljut idáig, tapasztalja meg. A tapasztalatunk nekünk viszont az, hogy aki elindul és megtapasztalja, ez meg is szereti általában. És akkor utána viszont láthatjuk a délutáni kvalifikációs versenyen is. Most jelen pillanatban 5 országból érkeztek. Volt már olyan rendezvényünk, ahol 8-9 országból jöttek. Ugye ez nem egy világbajnokság, hanem ez csak egy sima nemzetközi testépítő verseny, amit úgy gondolom, hogy szerintem egy tök jó eredmény. Általában jönnek Spanyolországból, Olaszországból, Szlovákiából, Csehországból. Most volt egy mongol kérés, Mongóliából szerettek volna jönni, de úgy gondolom, hogy vízum probléma lehetett, tehát nem értek ide. De nagyon sok helyről érkeznek, görög versenyzőnk is van. Tehát én úgy gondolom, hogy viszonylag színes mezőnyt tudunk kínálni annak, azoknak a magyaroknak, akik tényleg egy nemzetközi, jó nemzetközi mezőnybe szeretnék megmérettetni magukat. Lubos Hladek elismert testépítő és tréner Csehországból érkezett. Nagy izgalmakkal várta, hogy felléphessen a Herkules olimpián Budakalászon. Az eddigi legjobb formájában volt. A kategóriájának verseny előtt kérdeztük a felkészülésről és az eseményről. I'm here for the bodybuilding contest, and I really appreciate for opportunity. Nagyon örülök és értékelem, hogy itt lehetek a testépítő versenyen, és köszönöm a promotereknek, hogy meghívtak a profi testépítő kategóriába versenyezni. Szerintem nehéz lesz, erős ellenfeleim lesznek. Meglátjuk, hogy alakul majd a megmérettetés. Szerintem nagyon erős a mezőny, mert sok magyar testépítőt követek az Instagramon, és nagyon erősek, szerintem küzdelmes lesz a mezőny. Really strong guys, and as I said, will be today really hard fight with these guys. Lubos Hladek április 30-án is Magyarországon járt egy nemzetközi eseményen. Akkor nem versenyzett, most viszont teljes mértékű felkészültséggel lépett a színpadra. I will be there last week on the competition by PCA. Ott voltam a PCA versenyen múlt héten, ott csak felléptem, de ma a legjobb formában vagyok. A nap végén Lubos Hladek megnyerte a kategóriájában az antik görög harcos sisakot, mert hogy a díjak sem mindennapiak voltak a versenyen, az esemény elnevezése és díja teljesen összhangban volt. Először is innen szeretném megköszönni az alelnök úrnak, Lajbász Istvánnak a munkáját, mert ez az ő keze munkáját dicséri. Az ötlet az közös volt, tehát ugye a Herkules Olimpia az egy ókori görög mitológiai dolgokra próbál visszautalni, és a szimbólumokba, a megjelenésbe is erre próbálok elvinni, és a díjak, az érmek is ebbe az irányba próbálnak menni, kifejezetten a pro kategória érme, igen, érme, meg trófeája, amik egy sisak, amit meg lehet kapni, egy ilyen igazi régi görög jellegű sisak, és mi úgy gondoljuk, hogy ezzel egy hagyományt lehet teremteni, mert eltérünk attól a normális, átlagosnak mondott díjaktól, amit egy kupaként megkap az ember. Hát abból
lehet több millió, viszont Herkules olimpia trófeából csak ez egy van. És ezt kapják minden kategóriában az összetett győztesek az első helyzetben? Nem, kifejezetten a pro kategória győztesei, tehát ugye a pro kategória egy olyan kategória, ahol kategória győztesek szereznek jogot az indulásra. És azok kapják ezt a különleges érmet, illetve különleges trófeát. Egyébként maga az érem is nem egy szokványos érem, amit megkiosztunk a kategória győzteseknek. A pénzdíjak mellett természetesen. Harmadik 236-os rajtszámban Szlovákiából Samuel Kopács. A VABA Nemzetközi Testépítő és Fitness Szövetséget 1975-ben alapította Serge Nubré testépítő legenda. A VABA szövetsége megtalálható Európa, Ázsia, Amerika és Afrika több országában. Egy olyan versenynek a részese ez, illetve egy olyan verseny ez, ami nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok külföldi országban, Angliába, Olaszországba, Spanyolországba, Mexikóba és még számos ország Portugáliába megrendezésre kerül. És a szövetségünk ezzel úgymond egy ilyen franchise-t próbál, egy brandet próbál építeni magán a szövetségen belül, és ezzel pont azt próbáljuk lehetővé tenni, hogy amikor éppen nincs világban, vagy nincs egy Mr. Univerzum verseny, ami tavasszal meg ősszel szokott lenni, akkor biztosítsunk a versenyzőknek egy olyan izgalmas, egy olyan jó minőségű és egy olyan komoly mezőnyt, ami egy nemzetközi, és elmondhatják azt, hogy nem egy házi versenyen vettek részt, hanem egy komoly nemzetközi mezőnyben méretették meg magukat, és jó esetben meg is nyerik. Versenysportként a testépítés az izomtömeg definiáltságát, szimmetriáját, esztétikáját hivatott bemutatni művészi módon. A nem olimpiai sportágak is egyre jobban felzárkoznak a többi mellé, és ahogy mindig, most is ott vannak a pozitív eseteket szolgáltató sportágak között az erős sportok, mint például az erőemelés, a testépítés. Ezért a szövetség elnöke kiemelte, hogy érzi más sportágak képviselőinek támogatását is. A sportunk az nem olimpiai sport. Tehát innentől fogva az állami dotáció nem adott, mert ugye ez egy teljesen más típusú sport. Én szabadidősportnak nevezném inkább. Ebbe az irányba is szeretnénk elvinni. Úgy gondolom, hogy elfogadott, és mivel maga a testedzés, tehát ugye az edzőteremben való edzés, az majdnem minden sport alapját tudja képezni, hiszen az erőnléti edzések azok minden sportban előfordulnak. Jó, persze természetesen sakban nem, de a sportok nagy részében előfordul. Én úgy gondolom, hogy ezért mindenki találkozik mindenkivel, és egytőről fakadnak ezek a dolgok. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nagy megkülönböztetésben részünkről biztos, hogy mi nem tapasztalunk. Ezt én inkább támogatásnak veszem a mi részünkről. Tehát én úgy gondolom, hogy szeretik a mi sportunkat, és hogyha azt hallják, hogy mi egy ilyen versenyt szeretnénk szervezni, akár világversenyt, akkor mindenki nagyon szívesen áll hozzá. Köszönöm. Egyet fordulat jobbra. A pályás szemben. Megkérem a versenyzőket pályának a színpad hátterébe, és az eredmények elkészülőség egy rövid kísértát majd mutassanak be nekünk. Köszönöm.
köszönjük szépen. Megszülettek az eredmények. A testépítés célja a test tökéletesítése, ami magába foglalja az izomtömeg és az erő növelését, és esztétikailag is fejleszti a testet. De természetesen az alapelv az, hogy a rendszeres edzés segítségével a fiatalabbak és az idősebbek egészségesebbek legyenek, testük a mindennapi feladatok elvégzésére alkalmasabb legyen. A testépítés által elért hőn áhított izomzat, esztétikus alak is csak akkor mondható megfelelőnek, ha a test természetes arányai megmaradnak. Több tényező miatt érdemes választani a sportágat. Frank Hellstab Lilla nem vett részt a hétvégi versenyen, a sikeres őszi versenyek után most a következő szezonra készül. Igazából már nagyon régóta sportolok, viszont a versenyzés gondolata olyan 3 éve fogalmazódott meg bennem. Az unokatesom is versenyző volt, és tőle, vagy nála láttam, hogy milyen jó is ez, és az ő edzőjéhez jelentkeztem, és 2,5 éve kezdtük el a közös munkát, és először IFBB bajnokságon indultam 2020-ban, és tavaly ősszel az összes többi szövetséget kipróbáltam, és hát ugye a VAB-ban is először versenyeztem. Igazából egy felfoghatatlan élmény volt számomra, hogy sikerült megnyernem a kategóriámat, és ezzel együtt egy profi kártyát is tudtam nyerni. És kvalifikáltad magad ezek szerint, vagy akkor még nem egy további versenyre? A világbajnokságra kvalifikáltam, a pro világbajnokságra. És aminek megint csak egy nagyon jó eredményt hoztál el, ezt se rejtsd el, kérlek mondd el. Megnyertem a kategóriámat, tehát profi bikini bajnok lettem a VAB-ban szövetségénél. Mi az, ami csábító erre a sportra? Tehát mondtad, hogy megláttad és megszeretted, de mi az, ami csábított, hogy te is csináld? Mivel ez egy látvány sport, ezért nyilván az ember szeretne nagyon jól kinézni, kerek popsit, kockás hasat, szép vállakat, arányos testet, és igazából úgy gondoltam, hogy szeretném megnézni, hogy mennyit ad a genetikám, mennyit bírok én ebbe beletenni, és hát úgy tűnt, hogy nagyon sikeres lettem. Frank Hellstab Lilla megdolgozott a sikeréért. Számára a diéta, a megfelelő étkezés betartása jelentette az egyik legnagyobb nehézséget. Nehéz volt ezt az egészet feldolgozni, hogy nem eltek csokit, nem eltek sütemény, nem eltek azt, amit szeretnék, azt, amikor akarok. Nem pontosan be volt osztva, hogy 3 óránként kellett tennem meghatározott adagokat, és ezt mindig kimértem kis adagokba. És a második versenyszezonomban pedig inkább a fáradtság okozta a nehézséget. A diétát már jobban bírtam, viszont ugye a sok kardió, a koránkelés, a reggeli edzés, délutáni edzés, mivel ez egy 24 órás sport, odafigyelést igényel, ezért nagyon megterhelő mentálisan is. És most, hogy megnyerted az első versenyedet és világbajnokságot is, most ugye ősszel fogod folytatni a versenyzést, milyen céljaid vannak, mik a távlatok? Most NPC profi kártyát szeretnék szerezni egy másik szövetségnél. Ott nagyon-nagyon nehéz dolgom lesz, mert nagyon jók a lányok. Viszont én is nagyon sokat készülök erre a versenyre, és hát nyilván 100%-ot fogok nyújtani, amit tőlem telik. Úgyhogy, hogyha sikerül megszerezni a profi kártyát, akkor szeretnék még idén profi külföldi versenyeken is részt venni. Mi mindennek kell megfelelni, hogy az ember ott álljon a színpadon, és jól tudjon teljesíteni? Kérlek erről is, mert ugye most egy versenyen vagyunk, látjuk, hogy ott vannak a színpadon a versenyzők. Mit kell csinálni? Ó, hát rengeteg minden. Először egy jó felkészítő edzőt találni, aki megmondja, hogy mikor mit tehetsz, mikor kell edzened, mire útmutatást ad, ott van, fogja a kezed, folyamatosan figyel, folyamatosan mondja, hogy min kell javítani. Aztán igazából szerintem kell egy kis genetika is, hát nem kicsi, azért elég nagy genetika kell ehhez, mert nem mindenki születik erre a sportra, mivel ez egy látvány sport, itt nagyon sokat számít, hogyha valaki arányos, tehát az izomzatában, illetve nem utolsó sorban a kisugárzás is, főleg a színpadon. Nagyon fontos, hogy adod elő magad,
a csomagot, hogy adod elő azt, amiért eddig dolgoztál, és hogyan mutatod meg a bíróknak. Ez is nagyon fontos. És ha megfigyeled nagyon közelről a versenyzőket, akkor látod, hogy remeg a lábuk, mert annyira feszítik magukat, annyira koncentrálnak, hogy tényleg minden izom látszódjon, arra feszítsen, amire kell. És hát itt most több versenyzőről lefolyt a barnító is, mert annyira feszített, de egy kicsit meleg is van. De tehát nagyon sok mindenre kell figyelni. Arra, hogy veszed a levegőt, mosolyogj folyamatosan, tehát tényleg elő kell adni magad. A Magyar Vabba Testépítő és Fitness Szövetségről a közösségi oldalukon találnak bővebb információt.